számok bizonyítják, a megyei közgyűlés előtt tartott rendőrségi beszámoló szerint kevesebb bűncselekmény történt tavaly. 10 nap fizetett többlet szabadságjára helytállásért Semmelweis nap a Hetényi kórházban. Fogy a táplálék, fogy a fecske is, megszaporodott a fészekből kiesett fiókák száma a napokban. Jó estét kívánok, köszöntöm a Szolnok Televízió nézőit. Június 30-án, szerdán 19 órakor az aktuális látják a nap híreivel. Halálos kimenetelű baleset történt tegnap este a 4-es út Törökszent Miklósi szakaszán. Egy személyautó frontálisan ütközött egy vele szemben haladó autóbusszal. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a személygépkocsi vezetője szándékosan hajthatott neki az autóbusznak. A megyei rendőrfőkapitányság emberülés kísérlet büntett elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást. Az autóbuszban és a személyi gépkocsiban is csak a sofőr utazott. Az esethez a Törökszentmiklósi önkormányzati és a szolnoki hivatásos tűzoltók vonultak, 14-en összesen 3 gépjárművel érkeztek a helyszínre. Az egységek az autóbuszt áramtalanították, illetve a két sofőrt feszítővágó berendezés segítségével, valamint egyéb más hidraulikus mentőeszközökkel szabadították ki a roncsokból. 8%-kal csökkent a bűncselekményes szám a megyénkben, hangzott el a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés mai ülésén. Bár a pandémia miatt számos új feladattal bízták meg a térség rendőreit, a közbiztonság tovább erősödött. Az ülésen a megyei rendőrfőkapitányság mellett a Köti Vízig is beszámolót tartott. A pandémia miatt rendhagyó évet zárta a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság. A világjárvány elleni védekezés kapcsán számos új feladat hárult a rendőrökre. Csaknem 103 ezer esetben kellett intézkedniük házi karantén, maszkhasználat vagy kijárási korlátozás megszegése miatt. Rendhagyó, de sikeres volt 2020, mondta Szitár Ferenc rendészeti rendőrfőkapitány helyettes a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés mai ülésén. Alig több mint 5000 bűncselekmény történt, csökkent a lopások és gyilkosságok száma, és megyénk útjain is kevesebb baleset történt, mint egy évvel korábban. Látható, hogy az összrendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a tavalyi 2019-es évhez mintegy 7,8%-kal 422 bűncselekménnyel csökkent, és hát hogyha elérjük azt, hogy 5000 alá csökken a regisztrált bűncselekmény szám, akkor én azt gondolom, hogyha csak visszatekintünk egy évtizedre, 2010-re, ahol még 17 ezer fölött volt a regisztrált bűncselekmény szám, akkor soha nem látott magasságokba emelkedik, és mélységekbe emelkedik a rendészeti munka, és mélységekbe hullik a bűnözés a megyébe, de egyébként ez országos tendenciaként is mutatható és jelentkezik. A közgyűlésen beszámoló hangzott el a Köti Vízig aktuális helyzetéről is. Lovas Attila igazgató elmondta, megnőtt a nyári árvizek gyakorisága, mely többletmunkát jelent az igazgatóságnak. Emellett egy jelentéktelennek tűnő, ám mégis jelentős problémával is meg kell küzdeniük. A hód problémát én rendszeresen emlegetem. Idén tavasszal volt olyan az agyban levonuló árvíznél, amikor a gátba költözött be a hód, és ott alakította ki a lakását. Hát ez nem egy üzemszerű működés egy árvízvédelmi gát esetén. Itt a hatósági engedély alapján ennek az egyednek a kilövésére is sor került, de máshol is nagyon sok problémát tapasztalunk. Most van a pont a Tiszató melletti részen, ahol már másodjára rágja el a vízvezetéket a hód. Hubai Imre elismerően szólt a vízügyi igazgatóság tevékenységéről. A megyei közgyűlés elnöke szerint országosan egyedülálló a Köti Vízig öntözés fejlesztési stratégiája, mely számos gazda életét könnyíti meg megyénkben. Lovas Attila arról is tájékoztatott, hogy árvízvédelmi gyakorló pálya létesül a Milléren, ahol országos árvízvédelmi gyakorlatokat szerveznek majd. 10 nap fizetett többlet szabadságot kapnak a Hetényi Géza megyei kórház dolgozói, jelentette be Piroska Miklós főigazgató a mai Semmelweis napi ünnepségen. Minden év július 1-e a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyiláz leküzdésében. A mai ünnepségen elismeréseket is átadtak.
Emléktábla avatással kezdődött az idei Semmelweis napi ünnepség a Hetényi Géza megyei kórházban. A Gergely terem falára olyan orvosok nevei kerülnek fel, akik kimagasló munkájukkal öregbítették a kórház hírnevét. Ma dr. Sebestyén Mihály emléktábláját leplezték le, miközben életútjára emlékeztek. Az ünnepség az aulában folytatódott, ahol Piroska Miklós, az intézmény főigazgatója megköszönte az egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját, és bejelentette, hogy 10 nap fizetett többletszabadságot kapnak a kórház alkalmazottai. Elfogadásra került és kihirdetésre került a magyar közlönyben egy kormányrendelet, amely alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó kollégák 10 napot szabadsággal részesülnek a munkáltató döntése értelmében. Erről tájékoztató még nem született, de ezúton szeretném a tisztelt jelenlévők körében bejelenteni, hogy a vezetés egyhangú döntése értelmében az összes egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet munkavállalója részesülni fog a 10 nap pótszabadságban. Az eseményen részt vett dr. Bene Ildikó, országos kórház főigazgató helyettes, a Hetényi volt vezetője, aki méltatta az intézmény dolgozóit. És mindig, minden körülmények között az egészségügyi dolgozók csapatban összeszedetten hely tudnak állni, de én azt gondolom, hogy ez a másfél esztendő, ez mindannyiunk számára egy nagyon-nagyon formáló időszak volt, mert én azt hiszem, hogy erre egyikünk sem készült föl soha. Nem gondoltuk azt, hogy nekünk ilyen nehézségekkel kell szembenéznünk. 70 ezer szolnoki és 400 ezer megyei lakos mondhat köszönetet az elmúlt több mint egy év megfeszített munkájáért, fogalmazott Szalai Ferenc polgármester. Ez valami hihetetlen teljesítmény. Nyilván fizikai, szellemi, de elsősorban lelki kérdés. Az ember, aki elvégezte az orvosi egyetemet, elvégzett bármilyen egészségügyi képzést, hogy a lelkében mit kell, hogy hordozzon azért, hogyha baj van, akkor 300%-kal is többet kell, hogy teljesítsen. És önök közül azt gondolom, hogy mindannyian ezt tették, és így dolgoztak. Nagyon magas szinten. Mindegy, hogy sebész volt, fülorgégész volt, belgyógyász volt, tüdőgyógyász volt, mindenki ott állt a helyzet magaslatán. Nagyon szépen köszönöm. A hagyományokhoz hűen idén is elismerték a legjobbakat. A Magyar Orvosi Kamara Jászlóskun-Szolnok megyei területi szervezetének elnöksége 7 orvosnak adta át saját díját. A kórház legrangosabb elismerését, a Hetényi arany emlékérmet 3-an vehették át, köztük dr. Berényi Anna, a bőr és nemi beteg gondozó csoport vezető főorvosa. Fantasztikus megtiszteltetés számomra, hogy a munkámat így megbecsülik. Én hosszú-hosszú ideje dolgozom már ebben a kórházban, itt kezdtem a pályafutásomat, és itt lettem mintegy 25 éve a bőr és nemi beteg gondozónak a vezető főorvosa. Én büszke vagyok arra, hogy ebben a kórházban dolgozhatok, és most hadd mondjam azt, hogy különösen büszke vagyok arra, hogy a bőr és nemi beteggondozóban egy olyan szakmailag magas rendű csapatot sikerült létrehoznom, akik tudása az nagyon különleges, manapság már olyan tudású emberek is vannak közöttünk, amiket megszerezni nagyon nehéz. Szintén Hetényi arany emlékérmet vehetett át dr. Szabó Attila, az idegsebészeti önálló részleg vezető főorvosa, valamint Balázs Beáta, az anyaggazdálkodási osztály tárgyi eszközraktár vezetője. A Semmelweis nap miatt csütörtökön zárva lesz a legtöbb gyógyszertár, kizárólag a 0-24 órában nyitva lévő, az ünnepnapokon is üzemelő, valamint az ügyeletes vagy készenlétet tartó gyógyszertárok lesznek nyitva. Megalakult a Polgári Válaszmozgalom szolnoki szervezete. A hangsúlyozottan harmadik utas programot hirdető párt elnöke szerint egyforma távolságot kívánnak tartani a kormánypártól és az ellenzéktől is. Az ellenzéki előválasztásban nem vesznek részt. 2020-ban lépett a nyilvánosság elé a Polgári Válaszmozgalom, amely bírósági bejegyzése után már pártként működik. Bencsik János pártelnök szerint a kormánypárt megtagadta a polgári értékeket, az ellenzéknek pedig eszeágában sem volt azonosulni azokkal. Az új párt azonban az ellenzéki előválasztásban nem vesz részt. Az előválasztás önmagában egy nagyon jó eszköz lehetett volna az ellenzék számára,
arra, hogy a legkiválóbb, legesélyesebb jelöltjeit megtalálja, de nem ez történt sajnos. Az történt, hogy a hat párt arra használta fel az előválasztást, hogy egyes szimpatizánsait feltüzeljen, másokat viszont elriasztott. A mai nappal 5 fővel megalakult a párt szolnoki szervezete is, annak a Csikós Attilának az elnökletével, aki 2018-ban a Jobbik színeiben országgyűlési képviselőjelöltként indult. Bencsik János szerint alternatívát kínálnak annak a több százezer szavazónak, aki élne választójogával, de sem a mostani kormánypártot, sem pedig az egyesülő ellenzéket nem akarja támogatni. Kihirdették a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő állattartó telepek korszerűsítésére kiírt pályázat nyerteseit. A benyújtott 41 igénylésből 36 pályázatot bíráltak el kedvezően. A Karcagon átvett támogatási okmányok összértéke csak nem 9 milliárd forint. Az ágazat jövője függhet azoktól a fejlesztésektől, melyek most részesültek pozitív elbírálásban. Ezúttal országosan összesen 260 milliárd forint jut el a nyertes gazdákhoz. A pályázatban vállalt beruházásoknak 24 hónap alatt kell megvalósulniuk, hangsúlyozta Feldman Zsolt államtitkár Karcagon, aki hozzátette, jelenleg a munkahely megőrzés, a foglalkoztatás és az élelmiszerbiztonság stabilizálása a kormány és a tárca együttes kiemelt célja. Annyira fontos volt valóban Magyarország kormányának, hogy nem várta meg, hogy majd mi lesz 2023-tól az új európai és így a magyar agrárpolitika keretrendszere, hanem már most 2021-től olyan mennyiség és olyan mértékű forrást, fejlesztési lehetőséget adott számunkra, amivel mi most élni tudunk együttesen. Feldman Zsolt elmondta, a megye állattartó telepeinek juttatott pénzt fejlesztésre fordíthatja az a 41 gazda, akiknek döntő hányada a megyében él, vagy nem megyei lakosként a térségben működtet vállalkozást. Mindaz, amit önök csinálnak, mindaz, amit itt csinálunk, az a magyar földön nyugszik, és ez az a magyar föld, amit nem fog tudni senki se elvinni tőlünk, amit itt a következő évszázadokban is a mi jövőnket és megélhetésünket adja. Erre mindig biztosan lehet építeni. Sok beruházást, sok csarnokot arrébb lehet költöztetni néhány kilométerrel, néhány, akár több száz kilométerrel is, országhatáron túlra is, de ezt a földet itt, Karcagon, Jász-Nagykun-Szolnok megyében és ebben az országban elvinni tőlünk nem tudják, és az erre alapozott és erre épített élelmiszer előállítás pedig ilyen értelemben, ahogy az elmúlt évszázadokban úgy bizakodóak lehetünk abban, hogy a következő évszázadokban is egy biztos megélhetés és gazdasági szektor lehet. Az állattartó telepek technológiai váltását szolgáló újabb pályázati forduló július 24-én nyílik meg, hangzott el a karcagi eseményen. Kedves nézőink, önök az Aktuálist, a Szolnok Televízió hírmagazinját látják június 30-án szerdán. Nézzük, mi lesz még a folytatásban. Fogy a táplálék, fogy a fecske is, megszaporodott a fészekből kiesett fiókák száma a napokban. Fények vakondja, az országos irodalmi pályázat legjobbjait díjazták a Vakok és Gyengénlátók megyei egyesületénél. A legelső költésekből felnőtt tollas fecske fiókák ezekben a napokban repülnek ki elsőként a fészekből. Ezért, de sajnos a kevés táplálék miatt is egyre több fiókát találni Szolnokon is a földön. A helyzet nem reménytelen, a fellelt élő állatok még megmenekülhetnek, ám az elhullás így is jelentős. Ez a fiatal molnárfecske, ez néhány perce került a kezembe. Itt a Szolnok belvárosában az egyik lakóingatlan területén találták, és ez is egy fészekből kiesett fióka. Ebben az időszakban hagyják el a repülős fecskefiókák a fészkeket. Azonban nem minden egyednek megy első körben a repülés, ezért a járdán vagy az erkélyen kötnek ki, mondta a természetvédő. A fecskék repülőrovarokkal táplálkoznak, és olyan esetben, amikor nem találnak elegendő rovartáplálékot maguknak, olyankor sajnos a legkisebb, leggyengébb fiókáktól meg kell, hogy váljanak, és ezeket a fiókákat kilökik a fészekből, ezek kerülnek ugye a talajra. Táplálék hiányában a fecskeszülőknek dönteniük kell a túlélésért. A rovar mennyiség azért is alacsony, mert ugye az időjárás jelenleg nem túlságosan kedvez a számukra. Országosan van sokkal kevesebb rovar, mint más átlagos években, és gyakori rovarfajokból is jóval kevesebbet lehet találni, még a jó élőhelyeken is, nem csak a városok közelében. És nyilván nem segíti ezt a folyamatot az, hogy ugye az emberi civilizáció
hatásaként rengeteg vegyszert használunk a környezetünkben. A megyeszékhelyen drasztikus fecske egyed csökkenést tapasztalnak. Láthatóan sok az üres fecskefészek, melyekben idén kiköltötték a fiókákat, azokból is sorra esnek ki az éppen csak megtollasodott kis fecskék. Jellemzően egyébként a szúnyogirtásokat követően kerül a kezünkbe sokkal több fecske. Ugye itt Szolnokon is az elmúlt napokban kollégámnak 13, nekem 9, aztán rákörkező napon 5 fecske került hozzánk, pontosan emiatt, hogy a szülők nem találnak elegendő táplálékot. Mindamellett tény, hogy a fészket elhagyó ügyetlen fecskefiókák is bármikor leeshetnek. Rajtuk egyszerűen lehet segíteni, tette hozzá a természetvédő. A teljesen tollas, röpképes fiókákat a tenyerünkben tartva el tudjuk engedni, hiszen legtöbbször az a problémájuk, hogy a talajról nem tudnak elrugaszkodni. Ebben a melegben nagyon fontos, hogy próbáljuk meg egy-egy csepp víz segítségével megitatni ezeket a fiókákat, csendes, nyugodt helyen egy kartondobozban helyezzük el, és várjuk meg a szakember segítségét. Lehetőleg keressék ugye a természetvédelmi őrszolgálatnak a munkatársait, akik el fogják vinni ezeket a legyengült madárfiókákat. Gyakran pótszülőket választanak számukra. Új otthonukban az esetek többségében szépen cseperednek a megmentett fiókák. 2009-ben elhunyt sorsású Kerekes Géza egyik versével kezdődött az ünnepélyes díjátadó. A Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyesülete 10. alkalommal hirdette meg Fények Vakondja elnevezésű országos irodalmi pályázatát, amelyre az esélyegyenlőség jegyében látássérültek és épek egyaránt elküldhették írásaikat. Ne utasd a vakok lelkét, kiknek örök terhét nem ismered. 2009-ben elhunyt sorstársuk Kerekes Géza egyik versével kezdődött az ünnepélyes díjátadó. A Vakok és Gyengéllátók Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyesülete 10. alkalommal hirdette meg Fények Vakondja elnevezésű országos irodalmi pályázatát, amelyre az esélyegyenlőség jegyében látássérültek és épek egyaránt elküldhették írásaikat. Most már inkább a látók javára billen a mérleg. Most pontos számot nem fogok tudni mondani, de most talán ilyen 60-40% arányban vannak már a látók, és ami nagyon nagy örömünk, hogy határon túlról is érkeztek pályázatok, még Angliából is. Az idei év témája a Hold volt, amely rekordszámú szerzőt ihletett meg. 110 pályázó összesen 124 művet küldött be. A legtöbben egy mesébe illesztették bele a témát, mások saját a vakságból eredő élményeiket fogalmazták meg. A szigorúan jeligével ellátott novellákat 3-tagú zsűri bírálta el, és a 6 legjobb alkotást díjazta. Köztük dr. Hegedűs Emese írását, melyet a Versegi Ferenc Gimnázium egyik diákja olvasott fel. Emlékszel, hogy rajongtál a kis káplárért, hogy harmadik szimfóniádat neki ajánlottad? Hittél és bíztál benne. Az ügyvédként dolgozó díjazott születése óta térlátásbeli problémával él, 9 éves kora óta ír verseket és történeteket. A pályázatra azt a novelláját küldte el, amelynek főszereplője a német zeneszerző óriás Beethoven. Hallottam így tévében is Beethovenről, hogy siket volt, és megfogott ez a hihetetlen dolog, hogy siketen zenét szerezni. Ez valahogy olyan elképzelhetetlennek tűnt számomra, és akkor elkezdtem kutakodni már gimnáziumi éveim során is Beethoven után. Olvastam az Eroikát, egy spanyol írónak a művét, és abból készültem fel zeneórán. Sajnos a tanárnőm nem igazán díjazta, mert elég naturalisztikusra sikerült ez a beszámolóm. A díjnyertes irodalmi művekre épülő délelőtt programját a szolnoki fiatalokból álló Rozé zenekar előadása színesítette. Kedves nézőink, most pedig olvasnivalót ajánlok a csütörtöki Új Néplapból. Futball és rögbi cipők, szandálok, illetve papucsok pályázati forrásból összesen 45 pár lábbelit restauráltatott a Martfői Hely és Ipartörténeti Gyűjtemény, melyeket a múzeumok éjszakáján tekinthettek meg először az érdeklődők.
Speciális nevelési igényű, valamint fogyatékos gyermekek és fiatalok táboroznak a héten a Tiszaligetben az Én is vagyok mozgássérült generációk érdekvédelmi egyesülete szervezésében. A programok között alkotói foglalkozások, kecskeméti utazás és persze játékok szerepelnek, de terveznek fürdőlátogatást is. Részletek az Új Néplap csütörtöki számában, melyből az is kiderül, miért sok a kérdőjel a Turkevén bevezetett vízkorlátozó intézkedések miatt. Az aktuális végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Számok bizonyítják, a megyei közgyűlés előtt tartott rendőrségi beszámoló szerint kevesebb bűncselekmény történt tavaly. 10 nap fizetett többletszabadságjára helytállásért Semmelweis nap a Hetényi Kórházban. Fogy a táplálék, fogy a fecske is megszaporodott a fészekből kiesett fiókák száma a napokban. Kedves nézőink, Önök a Szolnok Televízió szerdai hírműsorát látták, beszámolóinkat ismét megtekinthetik honlapunkon, valamint Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Ötleteiket pedig osszák meg velünk a képernyőn látható elérhetőségeink valamelyikén. Már a valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap reggel hírek plusz 19 órától pedig aktuális. Várjuk Önöket, viszontlátásra!